Na sziasztok! Eljutottunk a gyermeinek a pizzalisztjéhez, a 0-0-ás, az utolsó fázisú sütés. Hát nézzük meg, hogy mit sikerült kipattintani. Hát nem tudom, miért ez nem olyan nagyon magasra kell. Hát nem tudom, hogy meglátszik majd, hogy sikerül bele sütni. És hogy sikerül a nyújtás vele, meg mit tudom én. Ennél talán egy picikét a sima gyermein, úgy emlékszem, hogy magasabbra kelt, de hát majd ugye meglátjuk, hogy milyen, hogy viselkedik a nyújtásnál. Az előző videóban a gyerekek egy kicsikét ezzel a svéd liszten megizzadtam ám. Tudjátok, hogy szakadt? Valami brutál volt. Az elsőt konkrétan azt kikukáztam, az első tésztát. Én meghúztam, ahogy szoktam, már megszoktam a jó kis olasz liszteket. Ahogy meghúztam, hogy úgy elvékülött, már mondom, ez tudja, hogy ki fog égni. Tudod, eljön ez a pont, mikor már látod, hogy milyenre nyújtod a tésztát. Na, nézzük meg, hogy mit tudunk ebből csinálni. Hogy viselkedik. Ahhoz képest, hogy a Tomi nyújt, én villámgyors vagyok, de villám megvéd. Most a Tomi barátom van itt, aki segít nekem kicsit. Na nézzük meg, hogy tudunk csinálni. Hát sokkal jobban viselkedik, mint a gyerekek, ez ennyi volt. Ennyi volt a nyújtás. Láttátok, hogy itt csináltam? Úgy két húzás, és megvagyunk. Ki is pattintottuk. Ez lesz az új, lehet, hogy pattintott pizzéria, ez lesz a neve, halad a helyen, kipattintjuk. Na nézzük meg, hogy mit tudunk belőle csinálni, hogy sül. Ugye az volt a vélemény ugye a sima gyermeiről, hogy nagyon lágy, puha, de picit nehéz volt a tésztája, vagy nem is tudom mit mondtak a fiúk. Mi nem tetszett, nem volt olyan könnyű, nem volt olyan lágy. Na. Most egy nagyon kis ízibe toljuk. Még dongálok egy ízét, egy kis bazsalikumot. Azaz. Tudom, mikor profin nyomja, már tudja, hogy mit kell venni. Így. Megnéztem az előbb a sütőt, de ránézünk még egyszer. 5-17-et írt ki. Úgyhogy... Ja, szerintem nagyjából ennyi elég is, nagyon sokkal több nem kell rá. Na húzzuk át, hogy mi történik. Ezt most láttam, hogy videóban így szokták csinálni a profi csak. Na hát sokkal stabilabban átjött. És fogjuk megigazítani. Hát ebből már nagyon kényelmesen tudok, ugyanúgy 280 g-os a buci. És nagyon kényelmesen ki tudtam nyújtani. Szóval összesen lehet hasonlítani gyerekek ezzel az előzővel. Na, kereknek tűnik. Na, lássuk a vetést, hogy jól sikerül, hogy nem egy csinálok bele tojást. Na, beállítok egy percre. Na, nézzük meg, hogy mi történik. Tomikámat megkérdem rá, hogy kamerázza, hogy alakul a kornicsóne. Úgy kicsit a bal szélére, de olyan nagy pizzát nyújtottam, hogy már a széléig ér, gyerekek, a széléig ér. Ho-ho-ho-ho. Nagyon szépen kell, Tomi, nem? Jól néz ki nagyon. Ho-ho. Gyerekek, ez a gyermei power team, ez be fog válni szerintem. Lehet, hogy gyermeizni is fogunk. Jó, mondjuk a Super Nubola az nagyon ütős, gyerekek, a Nubola Super, az brutál. Ha még van 15 szek. Papíron. Hát még talán egy kicsi kell neki, nem Tomi? Nem sok. Még egy picit. Még egy 5 szeg? Ja. Legyem lassan? Hát szerintem jó, Tomi, nem?
Nézzük meg. Na, csemetéim. Szerintem rendben van. Gyerekek, gyermei pizza, 0-0, hol van a kis csodadacskóm? Hogy miért piros, ezt nem tudom. De ilyen lett. Gyorsan süssünk még egyet. Na, pattintsunk egyet gyorsan. Annak kérem, hogy ilyen kis laposkás a lelkem. Nagyon jól lehet gyújtani is, nagyon jól sül. Ne legyek már tehetetlen. Jaj, ezt a másik izére lapátra nyújtam rá. Ez is beolajzva. Na már baj van. Ez a baj, ha sok lapát van a kezedben, gyerekek. Ez a baj, ha sok lapát van a kezedben, az meg letapadt, mert még az originál volt. Jaj, meg nincs liszt. Most bénázok. Jaj, Lacika! A lelkesedés megette itt a koncentrációt. Nem baj, mentjük a menthetőt. Ezzel pizza felett már mindent megmentünk. Többnyire. Na. Ebből biztos nem lesz kerek. Kecskeméten biztos rötyögnek rajtam. Jaj, ebből milyen pizza lesz? Hát a szív alakja van. Elők napja van, nem? Nőnapi hangulat van. Még a másik felét be kell még egy kicsit tisztázni. Egyre szebb formán, gyerekek. Na nézzétek, csinálunk bele egy kört. Valahogy. Na. Elrakjuk innen. Na ebből nem lesz könnyű, gyerekek, majd kört csinálni. De megoldjuk valahogy. Hát gyerekek, ez csodás. Csodás szív alakú lesz. Gyerekek, ez nőnök napjás hangulatú pizza. Jaj. De attól a tészta még jó egyébként, hogy Laci bácsi erre nyújtja. Na, inkább most igazítom, ide húzom, és igazítok itt rajta egyet. Azt itt megfeltétezzük gyorsba. Mit szóltok? Na meglátjuk, hogy hogy sikerül. Így. Na. Szegény pizzajogok most fogják a fejüket, meg röhögnek rajtam. Nem baj. El vagyunk mi itt háznál. Nem? Vaj, ha megnyitjuk a pizza szentélyt, addigra majd kigyúrjuk magunkat, gyerekek. Kitováljuk a 300-400 pizzákat naponta. Á, nem fogjuk. az a damulacik kell, gyerekek. Ki együtt kiszor, meg a csapata, azok kiszorják, gyerekek. 300-400 naponta. Na. Tudunk egy kis bazsamikomot. Azaz. Akkor ez. Igen. Valaki telefonál? Na, mindjárt vége lesz. Bedobom a pizzát, és akkor meglátjuk, hogy mi van. Azt mondja, itt rajta hagyom, gyerekek, ez úgy belediffundál, ha fölveszek egy hívást, hogy ez valami csuda. Na, próbáljuk meg bepattintani. Hát ez nem lesz kerek. Már is meg pillanatáljon. Szóval Tomit megkértem, hogy segítsen kipattintani, még kinyitottam a kaput. Azt mondja, hogy mit mondtál, mit bír a tészta? Jó, bírja őt. Ugye? Ja. Na hát akkor kap ki, simán, hogyha úgy érzed. Már rámehet szerintem. Plusz 10-15 szeket? Ja. Aha. Mi ez érz? Na mindjárt ezt itt elhúzzuk, várjál, közben kirakogok egy tányért. Jaj! Na lássuk! Gyönyörű szépen, gyerekek, szerintem ez is. Ezt húzzátom mi erre? Úgy.
Azaz. Gyermeki Power Team. És most rásorakjuk. Hát szerintem gyerekek, patika lett ez is. Nézzük csak itt mi van. Hát ott barnább lett, mint kéne legyen gyerekek. Sok a liszt maradt alatta. De jól néz ki azért így is. Ez jobb lett. Jó, ott fél a fény felől össze, mert egy gyanús így árnyék felől nézni. Na nézzük csak. Hát ez egy kicsit barnább, de szerintem jó ez így is. Aha, ez egy picit szebb lett. De miért lett ez így ennyivel barnább? Tovább hagytam benne egy kicsit, vagy miért? Lehet, hogy melegebb volt a kő. Igen? A gyerekek, jó lesz ez. Na ugye meg is kóstoljuk, jó? Csinálunk egy kóstoló tesztet. Folyt köv, na próbálunk egy szebb kerekebbet kicsit sütni. Reméljük, hogy sikerül. Csinálni. Hát azért meg kicsit kerekebb formára sikerült. Így. Na. Próbálunk úgy óvatosan, ne érjünk hozzá a kornicsónihoz. Az abroncsókhoz ne nyúljunk hozzá, ott körbe. Így, kicsit ide rakjuk. Egy húzás, két húzás, ez kész is van. Hát gyerekek, jól lehet ezzel dolgozni. Én így érzem. És ahhoz képest nem annyira drága tészta. Vagy liszt, mert 315-ért vettem, azt hiszem. Úgyhogy nem egy vérszomjas ár. És most úgy tűnik, hogy egyre több helyen árulják, és egyre több helyen elérhető. Én azt gondolom, hogy Tesco kosanokban már lehet kapni, úgyhogy el lehet indulni. Hát persze nem tartunk ott, mint az olaszok, hogy gyakorlatilag bemész, és 15 fajta pizzaliszt van nagyjából, egy bármilyen üzletbe bemész. De 5-6 féle biztos van kapásból. Mert most ne akarjuk magunkat Olaszországhoz hasonlítani, nem? Na. Az előző azért volt szerintem egy picikét sötétebb a zaj, mert rajtam lett egy csomó liszt, amikor ráhúztam szerintem. Na, még egyet rádobunk ide, így. Megy rá a sajtika. Szépen. De végén dobjuk rá. Így. Na. És elkészülünk gyerekek a... És van itt egy kis muncutságunk, középre rakunk egy kis kék sajtot, meg rakunk egy kis zöldet. Így. Na. Így. Na, húzzuk rá, még sikerül. Jajjaj, gyerekek, ez nagyon meleg pite lesz ezt kivetni. Éreztem, hogy ez vékonka. Sőt, Tomiban, de mormoljunk-e valamit, hallott, hogy jó, ki tudjuk pattintani a sütőbe. Jó lesz az. Jó lesz az? Na jó van. Na lássuk, mit tudunk vele varázsolni. Na. Nem mondtam én, hogy jó lesz. Jó lett? Hú, gyerekek, nagyon izgultam. Atya, úristen! Nem is emlékszem, mikor izgultam utoljára ennyire. Elindultuk a stoppert is, hál' Istennek. Úgyhogy elindul a kis otthoni elektromos sütők Mercedesébe, az F1-ba a sütés. Már nagyon várom, hogy csináljam a tesztet. Remélem, Szivka barátom tényleg elhozza a másik sütőjét. És azt az alacsonyabbikat is csak egyszerre sütögetünk. Ugyanaz a tészta, ugyanaz a feltétezés, ugyanakkor veszem ki a hűtőből. Ó, de szépen nő, gyerekek. Kicsit rak lejjebb, vagy másik? Aha.
De jól látszik, gyerekek, oda nézzetek. Szépen emelkedett. De növű. Meg 14 másodperc. És reméljük, hogy nem nyújtottam túl vékonyra. Megpróbálok szép óvatosan alányúlni. És hát szerintem jók vagyunk. Hát egy patika. Hát most komolyan ezt szíven szépen megmérném, de szerintem ez van 33 centis. De 32 biztosan, igaz, Tomi? Tudod. Na, jelet fölvágjuk, megkóstoljuk, és akkor folyt köv. Jó? Na, nézzük meg, hogy gyerekek, milyen az alja. Hát ez szerintem hibátlan. Oh, kilogott a sajtika. De ez már egy kicsit hidegebb, ezt megkóstizzuk. Megnézzük, hogy milyen a kornicsóni, a legvastagabbnál vágjuk át a kalottó rajongó kedvéért. Az a villantunk a legvastagabb. Így. Na. Nézzük meg, hogy milyen a és próbálom így állagra megállapítani, hogy milyen a másik gyermelyhez képest. Nem ugyanaz, gyerekek. Könnyű, puha. De nem lenne annyira nehéz a tésztája. Légiesebb. Egyértelműen légiesebb. Kíváncsi vagyok, közületek van, aki már kipróbálta mind a két lisztet. És mit tapasztalt. De légiesebbnek tűnik abszolút. A Csimavier 55-höz képest. Úgy tudom, ugyanannyi a fehérjéje, 11,7. De más. Nem olasz, de tök jó használható. Ottani pizzának. Na, ilyen vagy gyerekek a gyermei. A piros zacskós, a pizzaliszt. Szerintem, ha nincs más hibátlan, jó lehet bele kis pizzákat sütögetni otthon. Hajrá! Sziasztok! Ja, és iratkozzatok fel minél többen, gyerekek, meg kell a sok feliratkozó. Hello!